reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! 7 óra 16 perc van, jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatódik a Millás reggel itt a 9.9 Jazzy Rádion, a két műsorvezető közül az egyik Kántor Endre. A másik pedig Mihálovics András. 0-30-20-10-9-0-9 SMS, WhatsApp és Viber számunk is, ez lehet nekünk híreket, üzeneteket, üdvözleteket, azt akartam mondani. Nagyon nem vagyok ma formában, nem tudom, mi a túró van. Semmi, kicsit, kicsit elszoktál, igen, túl pihented magad. Igen. Szóval azt írja Tamás Dunakesziről, hogyha AFR helyett kártyával fizetsz a Telekom cég honlapján keresztül, akkor egyből jóvá írodik a számládon, így nem kell várnod 3 napot a könyvelésre, de én pont ezt tettem. Kaptam egy e-mailt, hogy fizessem le a számlatartozásomat, ezt vártam, elfelejtettem, ráklikkeltem az e-mailben található linkre, az átirányított egy fizető oldalra, ott fizettem, és utána jött, kártyával egy 3 napul kártyával. Jött, akkor nem utána átutalással. Utána jött, hogy jó napot kívánok, akkor még 3 nap kis türelem, és ezt még egyszer mondom, 610 forintomba került az azonnali átutalással. A másik ilyen, ami most nem akarnám erre elvinni a műsor, de a másik ilyen a kedvencem az, amikor fizetsz az SMS-ért. Na, az nagyon jó. A bankot, tehát mikor megbízod a bankodat, hogy oké, akkor légy szíves a számla mozgásokról értesíts, kedves bank, értesít, majd utána a havi számládon látod, hogy mennyi pénz van. Igen, de az ott benne volt a megbízásban, hogy mi az a típusú SMS, amiért persze, nem kell fizetni, persze. És mi az, amiért kell fizetni. Igen, de most, amikor gyakorlatilag az SMS, mint műfaj, egyedül jóforma, nem, meg sem tudom mondani, mikor küldtem SMS-t magánszemélynek, tehát csak így a bankok meg szolgáltatók küldenek nekem, hogy ezt miért nem tudják, hogy ez tényleg annyiba kerül, főleg mondjuk egy távközlési szolgáltatónál, hogy küld nekem SMS-t, tehát nem mindegy. Szóval ezt se értem, hogy miért nem lehet. Na, de nézzük meg, hogy van-e közlekedési információ. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy. Hát baleset az van az Erzsébet királyné útján, kifelé az Amerikai útnál, és csak egy sáv járható. Kaptuk az infót, úgyhogy ezt tudjuk. Én azt vettem észre egyébként, hogy az M1-M7 bevezető szakasz elég sűrű, sokan vannak az utakon legalábbis arra. Aztán jó a forgalom, csak sokan... írja a legcsóhallgató, az M1-M7 hasít egészen az Osztyapenkóig, a Budaörsi már szüttyög, viszont a Bach csomópont az haladós. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Hát csupa izgalom a fővárosban, például, hogy az Európai Bizottság 5. egyben utolsó pályázati felhívásának eredménye szerint 11 európai város, köztük Budapest 11. kerületének innovatív kezdeményezése jut összesen 45 millió euró, mintegy 16 milliárd forint uniós forráshoz az Európai Regionális és Fejlesztési Alapból. Hát úgy tűnik, hogy az Uniós Bizottság tájékoztatása szerint a budapesti 11. kerületet Új-Buda önkormányzata által beadott úgynevezett Cup for Creativity című projekt az elnyert körülbelül 1,5 milliárd forintos támogatást egy online kulturális közösség létrehozására fordíthatja. Képzeld el, hogy egy online kulturális közösség létrehozására lehet pályázni, legalábbis ők arra pályáztak, és 1,5 milliárd forintot ért ez az EU-nál. Tehát a kezdeményezés keretében a szervezők fokozatosan bevonják az új közösség tagjait a könnyen hozzáférhető kulturális eseményekbe, kreatív tevékenységbe, online, valamint személyes részvétellel is. Na. Oké, hatalmas pénzosztásba kezdett a kormány turisztikai területe, mindenki kaphat pénzt, kivéve budapesti vállalkozások.
Hát ugye főleg a budapesti turizmus omlott össze a járvány miatt, azért érdekes ez a döntés, és ugye mindig mondják turisztikai szakemberek, hogy turizmusban Budapest jelenti a magyar utazási célpontot, nagyon ritkán mennek el, még tán a Balaton belefér, de nagyon nem mozdul a külföldiek zöme a magyar fővárosból. Ehhez képest ugye, vagy lehet, hogy talán éppen ezért, hogy majd ha megindulnak a turisták, úgyis kirántják a bajból a budapesti turisztikai vállalkozásokat, nem lehet tudni. A lényeg, egy fillérrel sem támogatja a budapesti szálláshelyeket a kisfaludi programon keresztül a kormány, míg a vidéki szálláshelyekre öntik a pénzt. Gyakorlatilag már az összes szálloda kinyitott, Visegrádon már közel telt házzal mennek a hétvégén. Budapesten számos nemzetközileg is ismert szálloda zárva. Hát igen, például Danubius lánchoz tartozó Astoria, Gellért vagy Hilton külföldi vendégek nélkül nem nyit ki. És a kisebb panziók is ugyanebben a cipőben járnak. Támogatás igényt egyébként július 15-ig lehet benyújtani, mindenki pályázhat, kivéve, mint mondtuk, a budapestiek. A felhívásban nem indokolják, hogy miért nem kaphatnak a budapesti turisztikai vállalkozások támogatást. Az ugyanis alig ha feltételezhető, hogy a budapesti szálláshelyek mindegyike annyira remek állapotban van, vagy akkora tartaléka, vagy nem szorulnak rá a felújításra, és az sem valószínű, hogy a szálláshelyeket működtető kisvállalkozók stabil anyagi helyzetben lennének. Meg hát azt hagyján, képzeld el, hogy szintén nem pályázhatnak a budapesti idegenvezetők sem a magyar turisztikai ügynökség által az idegenvezetők megsegítésére kiírt pályázatra. Tehát, hogyha megnézzük, hogy százalékos arányban az idegenvezetők hányan vannak Budapesten vagy vidéken, hát én nem is értem, na mindegy, szóval, hogy nem pályázhatnak a budapestiek. Várjál, azt mondja, egyébként most találtam egy statisztikát, a magyarországi vendégészakák 40-45% a Budapesten realizálódik. Minimális a belföldi vendég, ellentétben az árbevétel kétharmada külföldiektől származik. Hát... úgyhogy ez biztos. Én ezt majd kicsit megvakargatjuk ezt a témát legalábbis, mert nagyon érdekes. Viszont most megyünk tovább, mert izgalmas téma jön a banki digitalizáció kapcsán, ugye, illetve a kapcsán, hogy egy friss rendelet szerint az új személyigazolványok pénzforgalmi szolgáltatáshoz szükséges ügyfélhitelesítésre is használhatók majd a jövőben. Nekem ilyen nem van, úgyhogy figyelni fogok. Erre. Neked is ilyened van? Még nem, nekem régi van, lejárt, de érvényes. Nekem is lejárt. Úgyhogy nagyon izgalmas. Te hívtad 2020, Flekóra? Lejárt, de érvényes. Én hívtam, igen, 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 abszolút. Sőt, a nyakamba akasztós ilyen bőr tokom is volt, amiben... És olyan vízálló a strandon. Az olyan nem volt. Olyan nem volt. Csalódtam. Még a modern se. A henger sem volt, és az a modern vízállós sem volt. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.